I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norda vagyok, és most befogadom mutatni ezt a motort, ami a Prinsipe Diabolus névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát ugye ez egy Benisses motor, rá tudjuk alakítani, és benézzük a csatornán az első Benisses motort, mert ilyen motorról nem volt ilyen kis videó, hogy mit lehet alakítani így rajta. Lehet alakítani a hátsó ülést. Nem hátsó is, hanem az egész ülést. Lehet ilyen racing, nem, de jól láttam, leviszi a lámpát jól. Nagyon nem tetszik így. Ugye marad az alap. Akkor a tank. A tankon csinál módosításokat. Talán ez a verzió, ami nagyon jól néz ki. Akkor lámpa. Van sokféle verzió itt is, ez a... ez a verzió, ami nekem annyira úgy tetszik. Na ez mi? Aha, ez a ilyen kis rács az oldalára. Hát, nekünk rá végül is. Na és az első sárvédő. Hát szerintem ne legyen itt túl variálva, legyen egy ilyen kis egyszerű. A kérdés, hogy hátul legyen-e. Hát szerintem ha legyen is, akkor legyen itt a bolyat is rajta, az a fogaskerékhez vezető kis cucc. Azt szerintem jobban néz ki a dolog. Akkor a motor. Ó, mi lehet lehet színezni. Chrome legyen, vagy a másodlagos szín. Hát ezt hagyjuk az alapon. Na és itt alul is lehet módosításokat végezni, és sok mindent lehet. Ez az első benzines motor, amit tuningolok. Szóval ezért ennyire meglepő nekem is. A kipufogó. Baszta, jaj, hát színezi. Valamire ilyen bukla. Hát nem is tudom, milyen nagyobb. Aha, nagyobb egyes. Ez a bukla, króm. Ez teljesen jó lesz. Még be lehet színezni a kilométer per óra jelzőt. Itt látszódik valami. Legyen narancs. Akkor lámpa. Na van rá library is. Motorok le. Nem is jól szokott lenni ilyen sok. Ez már jól néz ki ez a fehér. Ami pirosban se rossz ugyanaz. Sárga sem. Erre egész jók vannak. Ugye ez is király. Tök királyok ezek szerintem. Hát én ezt a sárgásat fogom rálökni. Na és adni kéne neki valami olyan szint, ami jól látszik a sárga. Szerintem a piros. A piros az jól néz neki. Torino Red. Ja, ez teljesen jó. Akkor Crew Embléma. Akkor Váltó. Turbo. Na fel. Hát várni tudom, hogy dalapok vannak. Majd látom. Nagyon a Race. Akkor Váltóra is ugyanaz. Mi a fekete? És
van füst, legyen jók. Legyen piros. Na és akkor vegyünk egy versre, és akkor nézzük, hogy mit tud ez a motor. Na akkor itt is vannak a versre, és akkor nézzük, hogy mit tud a Diabolus. Korábban mentem már itt a Pegasi Rufiannal, azzal egy 42-es kört tudtam menni, pontosabban 42-9-et. Utána meglátjuk, hogy mit tudunk ezzel a Benises motorral. De elsőre azt kell, hogy mondjam, hogy gyorsulás az nem volt az igazi állóhelyzetből. Egyenlődásra mondjuk az jó. Még sebességesen az igazi. Ez a motor mondjuk a áttanigolással együtt körülbelül olyan 500.000-be került. Plusz még ugye az ára, azt hiszem nem 200.000 volt az ára, azt hiszem leárazva. Hát ez nem olyan álló versenyre, hát körülbelül ugyanazt tudja, mint a Rufián. Jó, egy másodperce gyorsabb volt tőle, de ennyi pénzért ez a motor szerintem nagyon nem éri meg. Jól néz ki, de lassanak nagyon lassú. Egyedül a kanyarodása egy pozitívan benne. Viszont ennyit volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, hogy kövess be Twitch-en. Facebook oldalon minden nap lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!